Köszöntöm Önöket a Kölcsei Televízió Weekend című információs és egyben szórakoztató műsorát láthatják, hogyha szabad a következő másfél órájuk, azt mindenképpen töltsék velünk. Azt gondolom, hogy a kedves nézők között nagyon sokan lehetnek olyanok, akik tudják, hogy létezik hazánkban egy úgynevezett Hungarikum Bizottság, és bizonyára arról is hallottak már, hogy létezik a Magyar Értéktár. Hogy miért is nagyon fontosak ezek a szervezetek és ezek a fogalmak. Nos, nemrégiben Kisvárdán jelentette be a Hungarikum Bizottság, hogy a mi hungarikumjaink, vagyis a magyarság csúcs teljesítményeinek a száma 4 új elemmel bővült, és így már 60 tételesre módosult. A Magyar Értéktár ugyanekkor 8 új értékkel lett gazdagabb, és immáron 143 tételes. A részletek következnek. Ülésezett a Hungarikum Bizottság, legutóbb Kisvárdán. Itt döntöttek az előterjesztett hungarikumok sorsáról, végül a törlei pezsgő, a cimbalom, a piros arany és az erős pista, valamint a kaptárkövek és bükkaljai kőkultúra került fel a listára, ami így már összesen 60 tételből áll. A gyűjtés célja, hogy a magyarság csúcs teljesítményeit megbecsüljék, kiemeljék és védelemben részesítsék, közölte a bizottság elnöke. Nem csak a hungarikumok listája, a Magyar Értéktár is bővült. A hungarikum törvényt 4 éve fogadta el az országgyűlés, és az a célja, hogy a magyarság csúcs teljesítményeit megbecsüljük, kiemeljük és védelemben részesítsük. Létrejött egy értékpiramis, ahol a helyi és megyei értéktárak, ágazati értéktárak alkotnak egy értékgyűjteményt, és e fölött van a Magyar Értéktár, tehát a Nemzeti Értéktár és a hungarikumoknak a kategóriája, a hungarikumok a magyarság csúcs teljesítményei. A Magyar Értéktárba jó néhány tétel került, a tiszai halászi, amit már említettem, az egri bikavér, a magyar pásztor és vadászkutya fajták, ez tényleg csak a miénk, senkinek nincsenek ilyen értékes haszonállatai, a mihalkópéle ortobágyi pásztorkalap, amit a csikósok, gulyások viseletéből mindenki ismer, a mirelit termékeket vagy a tiszavirágzást sem kell bemutatnom, mind a kettő értéktárba költ, és az országos kék túra, amely érinti az alföldi területeket is, szintén egy sajátunk, a magyarságnak egy rendkívüli érték, amelyben közel 100 év természetjárása, természetjáró munkája összpontosul. És a sor végére tettem a dobostól, tehát azt hiszem, hogy senkinek sem kell bemutatnom. Ezzel a döntéssel összesen 143 tételesre bővült az értéktár. A Magyar Értékpiramis egyik része a megyei értéktár. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben már 35 tétel szerepel. A bizottság itt is egyéni javaslatok alapján dönt a listáról. Hál' Istennek folyamatosan jönnek a javaslatok. A legutóbbi értéktár bizottságülésen például bekerült Kozma Pálnak az életműve, Farkas Bertalan életműve, Pete Ferenc életműve, a főispán és alispáni sírok, illetve például a tiszavasvári fehérszik, amelyekre nagyon büszkék vagyunk. És amellett, hogy bővül az értéktár, most egy új lehetőség is nyílik a megyei értékgyűjtő mozgalom tagjai előtt, hiszen megjelent a Hungarikum pályázat, amelynek 3 célterületére lehet pályázni. Új értéktár létrehozására, a meglévő mozgalom bővítésére, illetve az értéktárhoz kapcsolódó megyei vetélkedő kialakítására szól a felhívás. Utóbbira a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat is pályázott. Maradunk még mindig az értékeknél, itt a Weekend stúdiójában köszöntöm nagy szeretettel újfehértói vendégünket, Tündét és Zsuzsannát. Szűcs Lászlóné Tünde, ugye a település alpolgármesterasszonya, és Zsuzsanna Fogarasiné Tóth Zsuzsanna pedig a települési értéktár titkára. Hát azt gondolom, hogy igen fontos dologról beszélgetünk most itt ezekben a percekben. Ráadásul ugye van itt nekünk egy olyan rendezvény is, amire mindenképpen szeretnénk fölhívni a figyelmet, és ez nem más, mint a Fürtös Fesztivál,
amely egyben a településeteken az értékek napját is jelenti. Újfehértó mikor gondolta azt, hogy az értékek annyira fontosak, hogy a saját értéktárát egyrészt megalapítsa, kitalálja, megalapozza, és aztán gyűjtse a belevaló értékeket? Köszöntök én is mindenkit. Ha jól emlékszem, az elmúlt évben döntött úgy a képviselőtestület, hogy létrehozza a saját értéktárbizottságát, és ennek alapján tavaly márciusban, vagy hogy alakult meg, egy 10 főből álló szakmai bizottság, amely ugye bírálja a helyi értékeket, már több helyi érték bekerült, az újfehértói református templom, hogy csak azt említsem, ami műemlék jellegű, az orchideás rét, ami Európában egyedülálló ekkora területen, turisztikai látványosságnak is számít, és még tudnánk néhányat sorolni, de azt hiszem az értéktár titkára ebben kompetensebb. Nagy dolog, ha bekerül egy ma már értéknek nevezett dolog, ami ugye lehet létesítmény, lehet egy természeti adottság ebbe az értéktárba? Én azt gondolom, hogy mindig nagyon fontos, főleg egy kisebb településnek, hogy rámutassunk azokra az értékekre, amelyek igazából az ott élőknek mindennaposnak számítanak, és hogyha van egy olyan hely, van egy olyan tára ezeknek az értékeknek, ahol rámutatunk, esetleg azt lehet mondani, hogy piedesztát ráállítjuk, akkor rögtön ráébrednek, hiszen ott van a kaszinó épülete, amelyet minden nap elmennek előtte, és nem is gondolják, hogy milyen különleges, vagy akár a múzeumunk épületét említhetnénk, de ugye itt hoztunk egy ilyen nagyon szép értéket, amely ugye a Fürtös megyről nevesült el a városunk, a Fürtös megy is az egyik nagyon fontos értékünk. A Fürtös megyből készült pálinka pedig a hungarikumok között is van, tehát vannak olyan értékeink, amelyek nem csak a települési, hanem már a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban is benne vannak. Reménykedjünk abban, hogy ne csak a pálinkánk, hanem esetleg a többi értékeink közül is az aranylelet, vagy a Micske pusztán talált avarkori lelet is egykor majd valahogy feljebb kerül az értéktáraknak a ranglistáján. Mielőtt még a fesztiválra rátérnénk, kettő dolgot mindenképpen szeretnék Zsuzsannától megkérdezni, illetve hát leszögezni is egyben. Azt gondolom, hogy a felnövekvő generáció szempontjából abszolút lényeges, hogy tudjanak azokról a dolgokról, hogy valóban milyen környezetben élnek, milyen múlttal rendelkezik az adott település, ugye amit a nevük mellé írnak, mint lakhely vagy származási hely. Illetve a másik dolog, hogy azért biztosan csinyán kell bánni ezekkel a dolgokkal, hiszen nem lehet hirtelen felduzzasztani egy települési értéktárat mindenféle dologgal. Én gondolom, hogy a bizottság egy nagyon alapos munkát végez. A kérdés arra vonatkozna, hogy milyen ütemben, milyen ritmusban jelentkeznek ezek az értékek, amelyekről aztán dönteni lehet. A bizottság azt a célt tűzte ki maga elé, hogy elsősorban olyan értékek, amelyek már több, akár több évszázados múltra tekintenek vissza, de nagyon fontos azért az olyan érték is, és nem véletlenül hoztuk azért példának a pálinkát, amely egy sikertörténet, vagy esetleg a zema ékszereket, amelyek pedig ugye szintén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban már benne vannak. Tehát lehetnek olyan értékeink is, amelyek most születtek, pár évtizedes múlttal rendelkeznek, viszont a településünket nagyon jól szimbolizálják, mondhatjuk azt, hogy valóban magyar sikertörténetek. Nos, hát mindenképpen szót kell ejtenünk a beszélgetés vége felé a fesztiválról. Mikor, kiknek, miért? Július 9-én szeretnénk megrendezni az újfehértói Fürtös Fesztivált. Valamikor volt ez már, és most a város megkapta a lehetőséget arra, hogy tovább vigye ezt a fesztivál nevet. Mindenkit szeretettel várunk, természetesen minden korosztály számára. 10 órától szakmai program lesz az értéktárral kapcsolatban, ahol átadásra fog kerülni az újfehértói termék is, amelyről az idén döntött a képviselőtestület, hogy létrehoz egy ilyen címet, és jogosultá teszi majd a használót arra, hogy ezt a logót, amit Zsuzsa készített és a testület elfogadott, használhatja a termékein.
délután folyamán a keleti gyepű bemutatkozása lesz, ők íjászok, őseink nyomában ez lesz a címe, és a 9.-10. századi magyar hagyományokat elevenítik fel, fegyverzetet, szellemi hagyományokat, ha jól tudom, jurtát is készítenek, és ezeket meg lehet látogatni. Színvonalas színpadi programok lesznek, minden korosztályt várunk, a gyerekeket is, idősebbeket, és hát csak hadd említsem meg Antal Timit, talán Attillát, a Kozomboliszt, vagy Rácz Gergőt, de találkozhatunk újfehértói fellépőkkel, egész nap kézműves programok várják a gyerekeket, a családokat, népi játszótér, úgyhogy nagyon szeretettel várunk mindenkit, bárki, aki betévet hozzánk. Ez a non-profit közösségi szolgáltatóházban lesz a Rákóczi út 2 szám alatt. Mondhatjuk, Tünde, hogy ez egy értékes nap lesz, akkor mindenképpen reménykedünk benne. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, és a kedves nézőknek pedig nyilván figyelmükbe ajánljuk ezt a júliusi hétvégi programot. Csodálatos értékek következnek. Azt gondolom, hogy ha csak hölgyek néznének most bennünket, akkor ezt agyon se kellene magyarázni. De úgy gondolom, hogy nagyon sok férfi ember is, hogyha igazán értékes ajándékkal szeretné a feleségét meglepni, és ismeri az ízlését, akkor sok esetben az útja Mallár Mónikához vezet. Köszöntelek sok szeretettel a stúdióban. Ruhatervező iparművész vagy, én is nem tudom, hogy ezt érdemes-e feszegetni, hogy mindig iparművészként tervezel a ruhákat, tehát mindig olyan szempontokat veszel figyelemben, ahol megjelennek azok a, azt gondolom, hogy ránk magyarokra jellemző iparművészeti adottságok, amelyeket a tanulmányait során összegyűjtöttél, megtapasztaltál, vagy a modernitás épp úgy jelen van a munkád során, mint ezek a klasszikus alapok. Igen, tehát az iparművész, az nem népművész szemmel tervezi a ruhákat. Tehát itt nekünk teljesen tágabb a lehetőség, tehát nem feltétlenül, sőt abszolút nem kell kötődjünk a népművészeti elemekhez, vagy motivumokhoz, hagyományokhoz. Tehát itt teljesen modern témába is tervezhetünk. Az iparművészet azért benne is van a nevében, hogy ipar és művészet keveredése, és nem feltétlenül a népművészeti. Na most, emlékszel-e arra, hogy milyen volt az első ruha, amit megterveztél? Ő létezik-e még, amit kiviteleztél is nyilván? Létezik-e még ez a ruha? Hú, ez már nagyon rég volt, nem, hirtelen nem is emlékszem. Talán magamnak vartam, még 10 évesen kezdtem el csinálni ruhákat, mert mindig szerettem olyan ruhákat kitalálni, amit nem lehet megvenni a boltba, hogy az különlegesebb legyen, meg olyan igényeim voltak, hogy másabb legyen, mint ami másnak van. Azt gondolom, hogy itt a 21. században bőven vannak olyan hölgyek, akikkel nagyon jókat beszélgethettek, cseveghettek egy-egy nekik tetsző, az igényeiket kielégítő ruha megtervezésekor, mert hogy én úgy gondolom, hogy sok ilyen hölgy van, aki szintén így gondolkodik, hogy olyan ruhát szeretne, ami amellett, hogy az egyéniségéhez teljesen passzol, nem feltétlenül jön vele szembe az utcán. Igen, nagyon sok igény van erre a dologra, és főleg nekem a szakmámban meg ezt oktatom is, hogy stílus tervezés, meg stílus kialakítás, tehát nagyon fontos, hogy a hölgyeknek nem csak különleges legyen az a ruha, amit felvesz és egyedi, hanem az ő stílusához, színeihez, arcszíneihez, a hajszínéhez, alkatához megfelelően legyen kitalálva, mert végül is akkor lesz egy jó összhatás egy hölgyről, hogyha minden téren megvan az tervezve. Tehát nem a ruha magába kell éljen és szép legyen, hanem együtt az emberrel, akin van rajta. Mónika, neked kell fejlődni, fejleszteni önmagad, kell tanulni még? Igen, ez a szakma, ez olyan, hogy ez folyamatosan kell nem fejlődni, inkább tájékozottnak kell lenni ebbe a szakmába, tehát itt folyamatosan változások vannak, a divat az olyan, hogy szezononként újul, változnak trendek, jönnek új színek, új formák, amit nyomon kell követni ahhoz, hogy olyan ruhát tudjunk tervezni, ami divatban marad,
korszerű, újdonság erejével hat, és viszont ehhez még hozzá kell tenni a saját magunk világát, az, amit én kitalálok, az én belső érzékenységemet erre a területre, hogy én mit szeretek a ruhákba, és ezt ötvözni kell, és úgy kell kitalálni egy új kollekciót. Én gondolom, hogy az információk gyűjtése azért arra is vonatkozik, hogy anyagok, díszítő elemek, ahogyan minden területen működik egy trendiség, vagy egy fejlődés, azért bizonyára ez nálatok is megvan. Igen, tehát a díszítő elemek azok úgy vannak, hogy tehát azért vannak gyártók, akik készítenek csipkéket, anyagokat, de ezt végül is nagyon sokan vehetik meg, és készíthetnek belőle ruhát. Én szeretem ezeket még tovább dolgozni. Tehát egy kicsit még rádolgozni, ez sok kézi munka, szétvágdosni a csipkéket, és újra összerakni, hozzárakni más elemeket, és ezáltal olyan anyagokat találok ki, vagy felületeket, ami egyedibbé teszi a ruhákat. Nyilván sok olyan ruhát is elkészítesz, amelyeket te a magad fantáziája, elképzelései miatt valósítasz meg. Nekik is eljönnek a gazdáik? Hát tulajdonképpen folyamatosan így tervezek, tehát az én fantáziám alapján, meg ötleteim alapján. Vannak igen nagyon sok olyan ruha, mint itt is, hogy ebből csak egy darabok készülnek, mert ez úgy szükséges egy művésznek, hogy alkosson. Tehát vannak olyan kollekciók, amik kifejezetten eladásra és kis szériába készülnek, de vannak olyan darabok, amik egy-egy, vagy teljesen egyénre szóló, és rám van bízva a kreativitás teljes lehetősége. És azok igen, egy darabosak, és ott teljesen a fantáziám élhet. Most nem akarlak nagyon kielemezni, legalább 3 ruhadarab biztos van rajtad, mert ennyit látok. Ezek mind a te műveid? Igen. Ezek a hétköznapi ruházatnak számít az én kollekciómba, tehát készítek hétköznapra alkalmit, és nagyon estélyi koktélruhát, és nagyon kis egyedi színháznak is szoktam néha itt tervezni, vagy fellépő ruhákat, amik teljesen más területet képviselnek. Vagy-e most benne valami ilyen jellegű munkába? Most színháznak nem készül, a nyíregyházi Kantemusz kórusnak szoktam a fellépő ruháit tervezni, és mi is készítjük el, amit Nyíregyházán van. Mi volt eddig az a felkérés számodra, ami a leginkább megdobogtatta a szívet szakmailag, és akár mint egy nőnek a szívét? Hát, ami igazán nagy volumenű volt. Nem feltétlenül nagy volumenű, hanem akármi miatt lehetett különleges számodra. Hát én nagyon szerettem az esküvői ruhákat, azok nagyon egyediek, és ott lehet olyan dolgokat csinálni, amit kifejezetten az esküvői ruha kölcsönző szalonokban nem lehet megvenni. Tehát ezek teljesen külön, és úgy is vállalok el ilyen ruhakészítést, hogy olyat, csak olyan típusú ruhát, ami rám van bízva egy kicsit, hogy én alkothassak. Tehát amit ki lehet kölcsönözni és meg lehet venni, azt elküldöm a megrendelőt, hogy igen, menjen el és kölcsönözze ki, azért nem vagyok én szükséges neki, hogy én azt ugyanolyat vagy hasonlót megcsináljak. Egy igent vagy egy nemet várok az utolsó kérdésre. 2016 nyarán van olyan mennyasszony, aki Maller Mónika ruhában fogja kimondani a boldogító igen? Igen, igen, elég sok. Jó, köszönjük szépen, Mónika, hogy bejöttél ide a Weekendbe, és hát további kreatív munkát, és sok-sok szép felkérést kívánok neked. Köszönöm szépen. Itt a Weekendben pedig egy barátságos, meleg otthon részleteit mutatjuk meg hamarosan vendégeinkkel. Barátságos otthonról beszéltem néhány pillanattal ezelőtt, hát sokan ezt úgy mondják, hogy az édes otthon, vagy az otthon melege, ugye ezt azért célszerű mindenkinek megteremteni maga körül, hiszen minden nap hazamegyünk, és nem mindegy, hogy hová megyünk haza. Ahová szívesen lépünk be, az valahol az a lakás, az a ház, nem lakás, hanem ház, hanem egy igazi otthon.
Most egy kicsit bekunkantunk abba, azokban a lehetőségekbe, hogy hogyan is tudjuk egy-egy egyedi darabbal egy kicsit különlegesebbé és még meghittebbé tenni az otthonunkat. Vendégeink is vannak a beszélgetéshez. Bíró Imit köszöntöm nagy szeretettel, és Krajnik Jocót, szervusztok! No hát, tehát nem bennünket kell feltétlenül most nézni, ez egy ilyen különleges néhány perc, hanem azokat a bútorokat, bútor elemeket, mert hogy olyanunk is van, amelyek alkalmasak arra, hogy valóban igazi varázslatot tegyenek egy-egy részében a háznak vagy a lakásnak. És mi ezek, felújított bútorok? Igen, ezek valójában mindegyik különböző korban, különböző országokban, különböző helyeken készült felújított bútorok. Talán akkor, ha elindulnánk ezen a vonalon, akkor ez a kis bécsi barokk szék a legrégebbi darab, azt hiszem, itt a kollekcióban. És ennek az az érdekessége, azért hoztunk kettőt belőle, hogy lássuk azt, hogy miből mi lesz. Régen és most? Igen. Nem tudtuk már a teljesen eredeti állapotot hozni, mert amikor megbeszéltük ezt a műsort, már a legalább a felületképzés alakozása elkészült rajta. De azért talán ugye el tudják képzelni ez alapján a kedves nézők, hogy ebben milyen is lehetett akkor, amikor úgynevezett fellelt állapotban hozzánk került ez a bútor. Nálad ez egy szakkifejezés. Igen, igen. Fellelt állapot. Fellelt állapot, ezzel találkozunk a hirdetésekben, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mit jelent ez a fellelt állapot. Uh-huh. Használati nyomok, az élésnyomok megtalálhatók rajta. És esetleg szokták írni, hogy aktív vagy passzív szúnyomok. Na most ez azt jelenti, hogy éle benne még a szóva, és perceg, vagy már nem. Na most, és akkor ő az, amilyen állapotban sikerült, amikor, hát ez gyönyörű. Amikor már az otthonunkba bekerülhet, vagy a piacra kerül egy bútor, akkor így néz ki. A kollégám, aki ugye kárpitozással foglalkozik, és ő teszi ilyen szépé, ahogy Tolsztoj mondta, hogy ugye nem a nő önmagában nem feltétlenül szép, de a Szabó. Ugye, Szabó sokat segít rajta. Tehát az előző beszélgetés után teljesen helyén való. Úgyhogy mi is így próbáljuk felöltöztetni a végére a bútorokat, hogy tényleg kedvesek, barátságosak, és az otthonunk fényei lehessenek. Ember alig mer ráülni, olyan gyönyörű. Tehát olyan, mint egy nagyobbra nőtt ékszer. Azt azért, ahogy haladunk itt a bútorok sorában, mindenképpen mondjuk el, hogy azért mondjuk egy teljesen más stílussal összerakott szoba, vagy akármilyen helyiség, azért nem biztos, hogy azonnal befogad egy ilyen bútordarabot. Nem. Szóval a bútorok olyanok, mint az emberek. Bemennek egy közegbe, és ott vagy jól érzik magukat, vagy nem. Vagy azonnal harmóniát teremtenek, és azt mondjuk, hogy csodálatos, bementem valahol, és milyen jól éreztem magamat. És ugyanez van a bútornál is, hogy oda tesszük, és akkor ezt mi is szoktuk játszani a feleségemmel, hogy ez nagyon jó lesz, de aztán úgy nem olyan egyszerű megtalálni a helyét. A bútor kiválasztja a saját közegét és a saját társaságát. Ugye beszélünk Feng Shui-ról, meg sokféle fajta lakberendezési trükkről, de valahol ezt a harmóniát megérzi az ember. Az egy igény, azzal jó, ugye? Vagy nem jó. Tehát ez egy igény kell, hogy legyen bennünk. Hát ugye egész más igénye van annak, aki őt fogja választani. Igen. Na most ugye a bútoroknál is ugyanígy megvannak a felújítási trendek. Hát egyrészt van ugye a hagyományos felújítási módszer, amikor sellak politúrral, hagyományos kárpitozási anyagokkal, jó, természetesen új kárpitokkal, és van a divatos, ami most trendi, úgy mondanánk, ez a sabisik, vagy vintage, vintage, aha, country, igen, a legkülönbözőbb, hát Provence, mindenfélét mondunk rá. Egy a lényeg, hogy a mai fiatalok számára és idősek számára is egyaránt érdekes színes bútorokról beszélünk, és mi nagyon szerettünk ilyeneket is elkövetni, hát ezért ugye kapunk hideget-meleget, mert akik a hagyományos felújítási
módnak a hívei, azok ezért megkövesznek meg a kollégák bennünket. Ezeket a darabokat is. Józsitól azért szeretnék egyet kérdezni, mert mi olyan jól el tudunk beszélgetni, de hát ezt már régről tudjuk, hogy a te otthonodban hány ilyen felújított bútor darab van? Van egyáltalán? Van, van. Szerintem 5 darab. Én mi nálatok? Akad? Na, akad, hogyne. Mi folyamatosan kísérletezünk. Tehát ezt akartam még mondani, Ibolya, hogy talán nagyon fontos dolog a gyerekkorunkkal, Magyarországával szemben az, hogy akkoriban az volt a rendszer, hogy vettek egy szekrénysort, egy-egy szobát berendeztek, és akkor az úgy maradt évtizedekig is akár. Na most megvárták, míg elhasználódik. Ma ez már nem így van. Ma sokkal gyorsabb ez, és ma majdnem azt mondom, hogy évszakhoz öltöztetik a lakást, vagy valamit vesznek hozzá. Kérdezted az előbb, hogy lehet-e ezeket kombinálni? Igen, akár nálatok, akár nálunk a lakásban, mi rokonok vagyunk, ugye, és összejárunk, ezért tudjuk, hogy mi ötvözzük a modern dolgokat a régiekkel, és a réginek is a különböző módon felújított, vagy újra teremtett, újra értelmezett változataival. Hát ilyen faceliftest, ahogy az autós világban. Ajánlanék valamit. Most nem emberből van több, hanem székből. Egy székfoglaló játékot csináljunk már. Helyjel kínálnálak benneteket, hogy csücsüljünk már le. Ugye nem fog össze. Én, ha szabad lenne itt az ebés komód mellé jönnék le. Én már csak zárásképpen gondoltam, hogy majd így el tudunk köszönni a kedves nézőktől, mert még egyetlen kérdés maradt bennem, hogy ha valakinek valamilyen igénye felmerül, de nem feltétlenül talált rá arra a bútorra, amiben szíve szerint bele szeretne, akkor benneteket kereshet ez ügyben, ugye? Tehát közösen elképzelve, közösen kitalálva megkeresitek azokat az adottsággal rendelkező bútordarabokat, amelyekből kihozható a vágyott álom. Így van, megmutatjuk fel lehet a lehetőségeket, igen. És akkor a lehetőségeket is. És ugye az ötödik elem az internet korában, az interneten érhetnek el bennünket, és érnek el, hála Istennek, nagyon sokan országszerte. Ha most lenne még időnk, akkor gyártanék néhány elméletet, hogy melyik ülő alkalmatosságot milyen típusú emberhez képzelem el, akár nemben, korban, akár jellemét tekintve. De most erre nincsen idő. Hát lehet, hogy túldőttem a célon, hogy magamnak éppen ezt választottam, de ez tudta legkényelmesebb. Köszönöm szépen. Azt is köszönöm, hogy itt voltatok, és további én nagyon jó munkát kívánok. Ez szinte látszik, hogy élvezet lehet ilyen munkát végezni. Sejtem, hogy hány óra munkát jelent ez naponta. Nos, kedves nézők, mi most pár percre elköszönünk Önöktől, és természetesen hamarosan folytatjuk a Weekend aktuális epizódját.